Köszönöm ezeket a gyönyörű lányokat. Köszönjük. Tehát az amelyik hivatnál most már évek óta hagyomány, hogy a karácsony előtti másfél hónap, az a gyerekmosolyok másfél hónapja. Évek óta megrendezzük már ezt a versenyt, ezt tettük most is. De nem tudom, olvasták ki az újságban, hogy összesen 386-an pályáztak idén, ez egy egészen magas szám. És hát különösen nagyon nehéz feladat volt ebből a 386 nevezésből kiválogatni azt a 75 gyerkőc portrét, akiket mi a legaranyosabbaknak és a legpályosabb mosolyúaknak tartottunk. És hát természetesen a lányok bekerültek a 75-be, és hát talán azt is olvasták, hogy óriási mennyiségű szavazat érkezett a döntős csapatra. Ha jól emlékszem, akkor több mint 39 000 szavazat, de majd pontosítjuk. 39.500 szavazat jött, és ami meglepett bennünket, amióta a digitális világban élünk, azóta jellemzően általában az online szavazatokból érkezik a több. Most nem, hanem a szavazólapokból. Kétszer annyi szavazólapot kaptunk, mint amennyi szavazat az online portálon érkezett. Biztos vagyok benne, hogy a családok azért sokat tettek azért, hogy ismerősök, nagymamák, nagypapák vágják a szelvényeket és érkezzenek a szelvények, de hát ez így van rendjén.